második fél idő. Abban nagy örömben lesz része a közönségnek, hogy megint engem fog hallani énekelni, méghozzá megint egy Váradi Szabolcsos dalla, ami az orvos dalát szívesen elénekeltem volna, de két lap van, és az egyik lapot otthon felejtettem. És úgy, sajnos úgy nem az igazi, úgyhogy helyette eléneklem a Jenki dalát, az egy Jenki Artúr király udvarában című, soha elő nem adott zenés darabunkból. Az edényem ezüst, a ruhám az sejem, de nem lelem sehogy itten a helyen. Nem ég itt villany, és nem ég a gáz, az ember korom sötétben éjszakáz. Nincs meleg víz, szappan, se tinta, se papír, se posta, se újság, hisz itt csak a papír, se cukor, se tea, se pipa dohány. Nagy még a civilizáció hiány, rühellem a középkort, nincsen benne összkomfort. Rühellem a középkort, nincs benne összkomfort, nincs benne összkomfort. A falon nincs tükör, az ablakban üveg, nem látom a képem és megvesz a hideg. A fülembe süvít a léghúzat, szolgám hiába van vagy két tucat. Olyan vagyok itt, mint Robinson Crusoe, egy lapos fogón sincs, se egy csavarhúzó. Kénytelen leszek, ha nincs, ha van, mindent itt feltalálni egy magam. Rühellem a középkort, nincsen benne összkomfort. Rühellem a középkort, nincs benne összkomfort, nincs benne összkomfort. Nincs benne összkomfort, nincs benne összkomfort. Szóval volt egy villanella, ami a 2000-ben jelent meg, de hogy mi a villanella, előbb elmondanám versbe, ami szintén a 2000-ben jelent meg később, amikor volt egy ilyen dalnok verseny, amire kellett valami verset írni, és akkor ezt írtam. Hogyan készítsük villanellát? A villanella nem könnyű eset. Ha még nem tudod, hát most megtudod. Ha még nem tudtad, hát most megtudod, mert rímelni kell, és nem keveset. Az egészben a legkeservesebb, hogyha megvan az első két sorod, a villan nem könnyű eset. Na, bocsánat, de nem jól láttam a szöveget, előről kezdem az egészet. A villan ellen nem könnyű eset, ha még nem tudtad, hát most megtudod, mert rímelni kell, és nem keveset. Az egészben a legkeservesebb, hogyha megvan az első két sorod, a villanella nem könnyű eset. Több hívó rímed nem is lesz neked, csak ezt a kettőt variálhatod. Így kell rímelni, és nem keveset. Itt most az eset rímeit lesed, minden versszak élén, ez fityeg ott, a villanella nem könnyű eset. A középső sort végig rímeled, így képződnek a három sorosok, mert rímelni kell, és nem keveset. Első és harmadik sor felváltva meg a refrént adja, a vers így forog. A villanella nem könnyű eset, mert rímelni kell, és nem keveset. Na most egy valódi villanella pedig így hangzik, a WC tartály villanella, ez a címe. Felébredek úgy 3:45 körül, meghúzva nincs, de mégis jön belőle. A WC tartály magától ürül. Az ilyesminek ugyan kiörül. Az ember este kifacsalva dől le, és arra ébred úgy 3:45 körül, hogy kísértet jár, vagy pláne leül.
Na nem, ez alig ha telik ki tőle. A WC tartály magától ürül. De hát jobb-e kísértettelenül, mintha egy halottalan temetőre ébrednék fel úgy 3:45 körül, visszaaludni, mikor sikerül a világ veszélyekkel teleszülve. A WC-tartály magától ürül. Hogy is ne félnék éjjel egyedül, mit tudhatom, mi jön még? Miért? Mi jönne? Felébredek úgy 3:45 körül, a WC-tartály magától ürül. Köszönet Váradi Szabolcsnak, hogy eljött miközénk. Természetesen nem csak szerzőnk volt ő, hanem a Holmi szerkesztője, és ebben az értelemben a múlt évben megszűnt Holminak a üdvözletét hozta az ezértben megszűnő 2000-ben. Úgyhogy köszönet érte. És akkor a következő felolvasó, akit a mikrofonhoz kérek, Kőlis Imre, szintén kedves szerzőnk. Merre, Imre? Itt van, jó. A végtelen és a sok. Visszáll a Szymborska emlékének. Nincs létezés, csak létesülés. Minden, mindig a szakadatlanul mozgó világegyetemnek egyszer sem ugyanazon a pontján újra csak létrejön. Idő sincs. Csak a dolgok létesülései keltik melléktermékként ezt a képzetet. Nem a nyár érleli a gyümölcsöt, hanem ezen a délkörön gyümölcséréskor mondjuk nyár van. És a tér is csak a dolgok csomagolása. Nélkülük mi, mekkora és miféle lenne a tér? Minden más többnyire csak hasonlatképlet, modelltudomány. Lehet ütköztetni a hadront, keresni a Higgs bozont. De amikor valaki 300-szor pattintja ki és be egy gyümölcslés doboz műanyag kupakját, csak a pattintás kedvéért, akkor is történik valami a világban, méghozzá valószínűleg először. Ahogy akkor is, ilyen kis semmi kis valami történik, amikor az év egyik leghosszabb napján. Ilyenkor a felkelő és a lenyugvó nap is besüt a szobába, a lenyugvó rövid ideig, és szinte csak annyira, hogy a besütés megtörténjen. Szóval, ahogy az árnyékon látszik, váratlanul átsüt a lapos fény a 16-os csomag WC-papírok közepén. A végtelen kéznél van. Ezért nem is az kell, hanem a sok, vagy a szép. Aki pedig meghalt, az nem vesz részt többé a létesülésben. Már csak van. Darvas Ferit kérnénk arra, hogy játsszon megint nekünk valamit. Énekelhet is. Ha van mit. Akkor megint csak egy Váradi Szabolccsal közösen írott dalunk. A színházi tűzoltó dala. Megálljunk csak kérem szépen, hogy képzelik mi ez itt. Nem adok rá engedélyt, mert szabályzatba ütközik. Villámlani színdarabban, szigorúan tiltva van. Füstölögni, mennydörögni, teljesen szabálytalan. S kéretik nem dohányozni, sem ott fenn, sem idelen. Összegyűlni nagy tömegben szintén nem veszélytelen, mert hogy minden tűzveszélyes, ami ég vagy éghető, s tűz esetén a közönség is
veszedelmes tényező. Ne legyen tűz és ne legyen víz, néző, ne legyen több mint tíz, ne legyen bűz és ne legyen zaj, mert abból kigyűn a baj. Ne legyen tűz és ne legyen víz, néző, ne legyen több mint tíz, ne legyen bűz és ne legyen zaj, mert abból kigyűn a baj. Rend legyen, ez itt a lényeg, ez a színház veleje. Elejét kell venni annak, aminek van eleje. Kegyedéknek könnyű persze, elégnek azt jav napot, de én mihez kezdek, hogyha állás nélkül maradom. Ne legyen tűz és ne legyen víz, nézőt ne legyen több mint tíz, ne legyen bűz és ne legyen zaj, mert abból kigyűn a baj. Ne legyen tűz és ne legyen víz, néző, ne legyen több mint tíz, ne legyen bűz és ne legyen zaj, mert abból kigyűn a baj, mert abból kigyűn a baj. A következő blokkban prózai műveket fogunk meghallgatni. Először Andrus Juditnak egy elbeszélését fogja Fodor Tamás felolvasni, majd utána Spiha György fog egy érdekes produkcióval előállni. Andrus Judit. Országok rondja vágott változott. Hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós és minő dolgok tudója. Ha ez egy kicsit is sejtenék, mormogta Isten, a gép az emberiség egyes egyeteinek elhányt rongyain kereste az állam ellenes cselekedetek leplezett nyomait. Mert komor betűkkel, mint a téli éj leírva áll a rettentő tanulság, gondolta nem kis büszkeséggel Isten, már csak azért is, mert ennek a tanulságnak megfogalmazásában volt azért némi része, talán a megalkotásában is. De ezek még arra sem méltók, hogy a fejükbe plántálja a hála érzetét. Semmit nem tisztelnek, főképp nem tisztelik őt. Nem veszik észre, milyen kvalitásokkal rendelkezik. A háta mögött kinevetik, ha előttük jár. Kényesen fintorognak, elhúzzák az orrukat, mintha bűzcsíkot eregetne maga mögött, amit egyébként ereget is. Mert különös élvezet számára egy háromszobás lakás új bérlőjeként szakfegyverkezésbe bocsátkozni. Értetlen és ártatlan tekintettel nézni, amint a másik privát szférájába lépve az menekülőre fogná, és belopóckodnék a nép azon a napon, bemenvén a városba, mint lopóckodni szokott a nép, mely szégyelli magát, hogy a harcból elmenekült. De jó a neveléses, érzelgős tapintata tiltja a látványos szabadulást. Hogy még nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna, mint a földön dörmögte Isten, s próbálta kivenni a folyosóról beszűrődő hangokat. Többen lakják a lakást, de Isten se ismeri ki magát, melyikkel milyen kapcsolatban. Ám Istent nem olyan fából faragták, hogy ezekre az összefüggésekre rá ne jöjjön, és a konspirált lakást sem azért utalták ki számára, hogy az áporodott szagú ruhájában, miért elom, szagáról ismered meg az állatember minden bűneit, a babérain csücsüljön, meg kell tudnia mindent ezekről az elvetemültekről, akik minimum államellenes cselekmény elkövetésére szövetkeznek, különben nem laknának ennyien egy rakáson. Isten sokszor bebizonyította már rá termetségét, viszonylag könnyen és gyorsan megutálta azokat, akikre ráállították. Lassan lépegetett a ranglétrán, elképesztő szorgalomról téve tanúbizonyságot.
egy nagy könyvet leírt már, miért lom, hogy még jó a gyepen legeljünk rajta. Így vált egyre megbízhatóbbá, de azért az nem volt világos számára, mennyit kell körmölnie, meddig tudja a hivatalt elég információval letetni ahhoz, hogy ne unjanak rá, hol a könyv megy célhoz vezet. Kérdezte magától Kajánul Isten, majd folytatta az ihletett sorokat. Nevezettek, körmölte Isten, magukat entelleptüeleknek tekintő egyedekből álló laza csoportosulást hoztak létre, megteremtették az együttélés sajátos, már időtlen idők óta elítélendő formáját, és nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, amely közös anyagi alapokon nyugszik, és magában foglalja az eszmei nézet azonosságot is, mely alapjaival akarja megingatni a fennálló rendszert a mennyei együttműködési nyilatkozatával, az alaptörvénnyel és annak asztalával, valamint a tervhivatallal egyetemben. Hát olyan nehéz elfogadni a rendet, amit tálcán kínálnak, amit helyettük értük teremtettek? A közéjük beépülő külső ellenség erőteljes permanens destruktivizáló hatásának tulajdonítható, mentette fel kicsit megfigyeltjeit, hogy a csoportosulás a társadalmi renddel szemben folytonos ellenállást tanúsít. Isten újfent a megoldásokon kezdett töprengeni, pedig lenne inkább béke, szabadság és egyetértés. Előirányzatok és javaslatok fehér lábacskáit próbálta óvatosan becsúsztatni a szervek résnyire nyílt ajtain. Számos nagyszabású intézkedés foganatosítását javasolta iskola, rendőr és nemzeti dohánybolt, nemzeti italbolt, békés hentes mennyei képe lebegett előtte. Akarta, hogy tehetsége elismerést és felismerést nyerjen. Érezte, hogy szinte már szeretet áramlik szét benne a feladat szépsége iránt. A csoport egyes tagjaival kapcsolatot tartó, illetve egy munkahelyen dolgozó egyéneket, folytatta Isten, például a mennyei pedagógus kartagjait, operatív szakban meghallgatjuk, segítőkészségüket bemérjük, a beszélgetést úgy irányítjuk, hogy az esetleges további operatív foglalkoztatáshoz is felhasználható legyen. Isten egyre lelkesebb lett. Nem hazafias alapon csinálta, de nem is kényszerítették, nehéz is lett volna őt kényszeríteni. Nem volt ellenálló, minek állt volna ellen. Tudta, van, aki kényszerből csinálja, mert a szerv megfenyegette, megzsarolta, megalázta, de ezt nem igazán értette. Hisz a rendet elfogadni, jó leső öröm. Ami viszont foglalkoztatta, mi lesz, ha vége a megbízatásának? Akkor majd a munkát illik befejezni, sóhajtotta kétségbe esetten Isten, az összes anyagot az illetékes szerv rendelkezésére bocsátani, ettől elfehéredett. Kiment kicsit a bejárati ajtó kisablakához, hát ha akad valami személyi forgalom, semmi érdemi. Riadt volt, de a jövőben való mézes hittel töltött el a gondolat, miszerint a mennyei együttműködés rendszere mindenki számára nyitott lesz. Egyaránt részesei a határon innen, és túlélő halandok. Visszaült, folytatta a munkát. Keresik a legkevesebb kötöttséggel járó munkalehetőségeket, amelyek számukra szabad mozgási lehetőséget biztosítanak, ellenségesen bírálják kormányunkat, azon képen is nyilatkoznak meg, pedig a mer lehetőség mindenki számára, és elvárás mindenki felé, aki itt él, dolgozik és vállalkozik. Isten elkeseredése a jövő előképzelésével sem szűnt meg. Mert mi van, ha merkor nem lesz rá majd szükség? Ha nem tudják céljaikra felhasználni, mi lesz az átmenet két zavaros és zivataros évtizedében, és utána kellhet még ugyanúgy? A mennyei hitvalláskor is ugyanakkor a szükség lesz a hűségére? És különben is,
mihez kezd majd? Kihez tapad majd? Kiből kikből szívja majd az erejét? Ki lesz Isten új tartótisztje az új feladatok során? Az biztos, hogy a múltjára senki nem fog emlékezni, és emlékeztetni sem fogják. Néhány szerencsétlen a szaktársak közül, akiket kidob majd a gép, néhány megnyomorítottat felkínálnak koncnak, és az agóra ítéletet mondhat róluk, életvételi tanácsokkal látják el őket a morális álmodozók. De amit eddig ő teremtett, arra egyszerűen ráírják majd, zúzható. A bekapcsolatlan rádióból hallani vélte a hangot. Szilárd meggyőződésünk, hogy a mennyei együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni jövőnket, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy végre megvalósíthassuk saját céljainkat. Ezek a gondolatok ünnepélyessé tették. Talán mégis szükség lesz rá. Új erőt pumpált magába. Még akármi. Még minden lehet. Erre tettük fel életünk most következő éveit. És Fiala György jelentős hagyományt folytat, mint tudjuk, a romantikában megkérdették, hogy a költők és az író az emberiség törvényhozói, és író olyan meg törvényeket fog javasolni. Egyéni képviselői törvényjavaslat a konyha jellegű helyiségek energetikai költségeinek csökkentéséről, valamint a közösségi érzület fejlesztéséről. A nyári hónapok, valamint az őszi hónapok első felének, továbbá a tavaszi hónapok második felének kivételével a lakásokban és a lakás céljára szolgáló építményekben a fűtés mind központilag, távfűtés, mind egyénileg egyedi fűtés, a konyhákra és a konyha céljára használt helyiségekre továbbiakban konyha korlátozandó. Amennyiben a konyha alapterülete a 2,25 négyzetmétert, 1,5 x 1,5 méter meghaladja, a konyha teljes értékű konyhának számít, és a megnevezése konyha. A konyhát lakhatás céljára igénybe vevő egyedülélők, párkapcsolatban élők, kis és nagy családosok, valamint más személyek a lakás többi helyiségét nem fűthetik. A fűtés időben történő kikapcsolását, illetve folyamatos be nem kapcsolását a távfűtőművek, a kéményseprő vállalat és a BKV munkatársai ellenőrzik. A radiátorok vízmentesítés után történő lefűrészelésének költségeit az önkormányzatok a kereseti igazolások figyelembevételével 50, 70, 75 vagy 79 százalékban megtéríthetik. A lakószobákban lévő fa, szén és vegyes tüzelésű kályhák lebontását határidőre elvégzők a fűtési korlátozás megszegésének börtönre váltható pénzbüntetése alól mentességet élveznek. A házközponti fűtés lekapcsolásának költségeit a lakás tulajdonosok tulajdoni hányaduk szerint viselik. A kazánok és a gázkonvektorok leszerelése és a kijelölendő állami fémkereskedésekbe való szállítása a lakók kötelessége.
A konvektorok parapetjei és a füstcsövek szintén a fémkereskedésekbe szállítandók, hiányukban kazánt vagy konvektort átvenni tilos. A fém hulladékért kapott összeggel az SZIA és az ECHO haladéktalan levonása után, amit a fémkereskedés helyben végezel, a lakók szabadon rendelkeznek. A parapet fűtés után megmaradó házfali lyukak szépészeti tömítéséről a lakók büntető jogilag maguk gondoskodnak. A házfalak házilagos tömítésének tervét a jegyzőnél jóvá kell hagyom. A konyhák energetikai ellátása gázrezsók esetében gázzal, villanyrezsók esetében villanyja, fafűtésű rezsók esetében fával történik. Az ezektől eltérő ellátást a járási hatóság építési osztályán jóvá kell hagyatni. Olajkályha, vegyes tüzelésű vaskályha, vagy parkettából rakott szabad tűz használata esetén. A lakótelepi lakások ablakán szabványos, kerek lyuk vágandó. Iránymutatóul a múlt század 70-es éveinek lengyel, ukrán és román fűtési gyakorlata szolgál. Az ezek nyomán készült tervrajzok méretezésének betartása kötelező, a tervrajzok térítés ellenében a járási hivatalokban átvehettük. A tiszta konyha rendes ház mozgalom keretében elért helyezést a ház földszintjén létesített faliújságon közzé kell tenni. A konyha elnevezését Budapest és a megyei jogú városok kivételével a hivatalos iratokban mindenütt tiszta szobára kell változtatni. Ahol konyha, tiszta szoba, építészetileg nem került megvalósításra, ott a lakószoba, ennek hiányában a fürdőszoba, az előszoba, esetenként a WC vagy a budi, megfelelő méretű leválasztása révén 2014. április hó első napjáig konyhát kell létesíteni. Ennek elmaradása a lakhatási engedély megvonásával jár. A konyha asztal alatti térség alapesetben a gyermekek számára van fenntartva, oda felnőtt csak kivételes esetben kerülhet be. Elsősorban fegyelmezési, másodszorban nevelési célzattal. A padlócsempészet vagy döngölt föld konyhákban a konyha asztal alatti terület szőnyeggel, roncszőnyeg, használt ruha, perzsaszőnyeg vagy egyéb borítandó, aminek hiánytalan meglétét és megfelelő tisztaságát a közegészségügyi hatóság ellenőrzi. A nyugdíjas családtagok számára a konyhában ülőhely biztosítandó. Konyhaszék, okedli, ülőke vagy szállító. Az ülni képtelen nyugdíjas, vagy a nyugdíjkorhatárt még el nem érő, de igazoltan minimum 78%-ig rokkant családtag, a konyha asztal alatti teret a gyermekekkel közösen használja. Mely esetben az idősebb családtag helyett alul. A konyhában napi rendszerességgel háromszor kell családilag imát mondani. A. reggeli előtt, B. ebéd előtt, C. vacsora előtt. Amennyiben az étkezések száma ennél ritkább, az ima mondás idejére a következő változat lép életbe. A. reggel, B. délbe, C. este. Az ima szövegét a családfő mondja elő. Mindhárom imában feltétlenül hangozzék el, hogy édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amennyiben az étkezés az adott időpontban elmarad, a következő szövegű ima lép életbe. Édes Jézus, légy vendégünk, töltsed időd, most mi élünk. A családfő által vezetett családi tanács úgy dönt, hogy az imádság néma, a családtagok a családfő intésére jól hallhatóan akkor is mormolják el az ámét.
aki az iskolában gyermekének a hittan helyett az erkölcsi nevezést választotta, az ima végeztével azt is mondhatja, hogy jó étvágyat. Amennyiben az étkezés elmarad, a jó étvágyat kívánság elmaradhat, illetve a jó napot kívánsággal felcserél. Az imádság napi háromszori teljesítéséről hatósági érdeklődésre bármely családtag köteles számot adni. Az idős, a csecsemőkorú, a gyermekkorú és a serdülőkorú családtagok számára a lakókonyhában, a tiszta szobában való huzamos időzés az összetartozás, az összefogás, a szolidaritás, a bensőséges melegség feledhetetlen családi érzületét biztosítja, amihez a gázrezsó, a villanyrezsó vagy a fatüzelési sparher duruzsolása kellő zenei alátámasztást nyújt. A duruzsolás minimális mértékének meglétét, ami 23 decibel, a hatóság ellenőrizheti. A konyhafalát a szent kép vagy a fa, illetve fémfeszület mellett hőtartó népművészeti alkotásokkal köcsögök, falvédők, fedjük be. Ezek hiányában bekeretezett festmény, rajz, kép, fénykép és szabványosan lapított dombormű is megfelel. Sose feledjük Vas Albert gyönyörű mondását: az én enyhem, az én konyhóm. Köszönöm képviselő társaim megtisztelő figyelmet. Ismét a Szabolcssal való közös munkálkodásunkból adunk elő valamit. Esetleg a limerikeket. Volt egy nő, úgy hívták Emese. Nem tudni, por volt vagy nemese. Egyszerre két úr jól mutatta, előről, hátulról mutatta. Mit mondjak, nem rebbent szemesem. Volt egy nő, úgy hívták Sarolta, szűz kertjét senki nem tarolta, előről ma is szűz, fejférjében olyan tűz, lappant fel, melyet csak farolta. Volt egy nő, úgy hívták Debora, zsebében mindig volt zsebóra, kettyintett bárhol, ha mutatta, ebben nem gátolta, mutatta, se ciklon, se tájfun, se óra. Volt egy nő, úgy hívták Dalma, sosem volt addig nyugalma, légy ottra érkezve, mutatta, míg meg nem kérdezte, tisztelt úr, dug vagy csak nyalma. Töprengett magában hindemit, mutatta, csinálni kéne már hindemit. Nő nem kell hiszkurva, átmegyek fisztúrban, szellemi magvamat hindemit. A 90-es évek elején a Hormi Balka Höltve egy-két alkalommal dalnokversenyt rendezett, ahol is költők különböző feladatoknak kellett, hogy eleget tegyenek, verset kellett érni témáról, reklám szlogeneket kellett versé formálni,
vagy egyéb ilyen mondjam, vicces költői alkotást kellett létrehoznia. Ezt a dalnokverseny hagyományt fölelevenítettük másfél évvel ezelőtt, amikor a 2025 éves évfordulója volt, és akkor nagyon érdekes játékok születtek, most már fiatal költőknek a bevonásával is. Ezekből a 90-es években keletkezett kis reklámversekből kérném meg Tamás, hogy olvasson föl néhányat, és ezzel zárnánk le a irodalmi bemutatkozásunkat. A Tamás felolvasása után már csak egy, hogy mondjam, záró kórus fog fölhangzani, Szilágyi Ákos fog felolvasni saját művéből. Kérlek, Tamás. Öt költő. Váradi Szabolcs. Egy. Ha engem kérdezel, legjobb a 2000. Kettő. Hirdessen a 2000-ben, profitja égbe száll, mi azt babóért közreadjuk, ön meg bőven kaszál. G. István László. Mikor nem vagy már, mikor nem leszel, holmid megőriz, mind a 2000. Nádasdi Ádám. Egy. Ó, 2000, ó, boldog béke évek! Elmúltatok, de itt elabban éltek. Kettő. A 2000 lap majd segít önön, lapunk minden száma reklámözön. Ahogy a sertésnek is kell az óla, önnek is itt kell reklám, Coca-Cola. Mesterházi Mónika. A 2000 önazonos. 25 év önazonos. Szabó T. Anna. Szlogen, avagy ifjú költőpár egyik tagját köz.